Az Untold Fesztivál közelettével egyre többen keresnek rá a világhálón az Untold merénylet szókapcsolatra. A szervezők a résztvevők nyugalma és biztonsága érdekében tavalyhoz képest megduplázták a biztonsági személyzet számát. Sajtótájékoztatón ismertették azokat az óvintézkedéseket, amelyek az idei Untold Fesztivál idején lépnek életbe Kolozsváron. A rendezvény területére sem hátizsákkal, sem nagyobb méretű női táskával, mi több esernyővel sem lehet majd belépni. A város fel van készülve a fesztiválra, több mint 1000 rendőre és csendőre lehet számítani, és hát a tavalyihoz képest megduplázták a biztonságiakat. Ezen kívül lesz még 500 magánvállalkozó, magánbiztonsági őr is. A rendezvény ideje alatt a városban egyetlen rendőr sem lesz szabadságon. A rendfenntartók a biztonság mellett a forgalom irányításáért is felelnek majd. Az Untold idején a fesztivál területének a közelében járó villamosokat, buszok helyettesítik, illetve éjszakai tömegközlekedési járatokat is indítanak. Idén a fizetési lehetőségek terén is újítottak. A fesztiválkártyás rendszer mellett idén karkötőrendszerrel is lehet majd fizetni, így akik a kártya helyett a karkötőt részesítik előnyben, ezt a lehetőséget is választhatják. Egyelőre 20 000 feltöltött karkötővel és 15 000 kártyával készültünk. Románia legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján több mint 150 fellépő lesz, köztük a világ 5 legjobbnak tartott lemezlovasa. Az elővételben megvásárolt jegyeket szerdától már belépő karkötőre lehet váltani. A fesztiválra naponta mintegy 60 000 szemét várnak.